1987-ben, 35 évvel ezelőtt alakult meg a Bonyhádi Krenclány Néptánc Egyesület. Az első fellépők az egykori kéttannyelvű iskola növendékei közül kerültek ki. A közösség évről évre fiatalodó tagjai azóta is folyamatosan hétről hétre próbálnak. Most pedig gálaműsorral köszöntötték az elmúlt 3,5 évtizedet. A csoportvezetője 32 esztendőt töltött a fiatalok tanításával. Az eltelt 35 évben rengeteg fellépésünk volt, nagyon sok díjat nyertünk, fesztiváldíjakat, gáladíjakat, különböző országokban jártunk, Európa több országát bejártuk már. Legutóbb ezen a nyáron 4 országban is voltunk, a legszebb az a svájci utunk volt. A Krenclány Néptánc Egyesület Bonyhád egyik legaktívabb civil közössége. A táncosok folyamatosan készülnek a fellépéseikre, úgy, mint ahogyan tették a mostani gála műsor esetében is. Az iskolában, ahol dolgozom, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában, a magyarországi németek hagyományos néptáncait tanítjuk a gyerekeknek, és természetesen modern táncokra is jut idő, amiket a gyerekek jobban élveznek, mondja a Krenclány táncosok egyik pedagógusa. A mostani gálaműsoron részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Bonyhád térségének országgyűlési képviselője is. Ő ünnepi köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a helyi hagyományőrzők élő kapcsolatot alakítottak ki más településekkel, sőt határon túli közösségek táncosaival is. Ha látjuk azt, hogy nem csak a polgármesterek között működik a testvérvárosi kapcsolat, hanem az egyesületek között, a civil társadalom között, az intézmények között, és sokszor, és leginkább az a jó, hogy a gyerekek, fiatalok között is. A bonyhádi krenclányosok célja, hogy legalább még egyszer ennyi ideig élő közösségként működjenek.